hangsúlyozni kell, hogy a fogyatékosság nem betegség, hanem állapot. Bár sokan úgy gondolják, hogy ez nem így van, én úgy gondolom, hogy egy szó is jelentősen befolyásolja ennek a rétegnek a társadalmi megítélését, hozzáállásunkat, kapcsolatunkat, és azt, hogy miként gondolkodunk egy adott kisebbségről. Ez más kisebbségre is itt az igaz természetesen, nem csak a fogyatékkal érintve. És hogy nálunk milyen intézkedések és előrelépések történtek itt lentiben, vagy körzetében, a kistérségben. Úgy gondolom, hogy történtek intézkedések és történtek előrelépés. Annak érdekében, hogy kielégítsük a mozgás területén a fogyatékossággal élő polgárok szükségleteit az utcán, a közlekedésünkben, a köz- és a magánintézmények átépítésében. Sokat tettünk azért, hogy jobban megközelíthetők legyenek az intézmények, az üzletek, a művelődési központ, a könyvtár, az iskolák. De még mindig sok olyan hely van, ahol további feladataink vannak, és ezt is tudja a képviselőtestület, ezt is tudjuk, és igyekszünk, hogy tovább folyamatosan javítsuk a helyzetet. Vannak programok, vannak akciók, vannak rendezvények, de úgy gondolom, hogy mindez együtt sem helyettesítheti azt a mindennapos segítést és a törődést, amit önök, amit ti igényeltek tőlünk. Mondhatnám úgy is, hogy teljes életet élő embertársaitól. Hiszen a legfontosabb a személyes kapcsolat. Az ember élete az egymással való kapcsolatokban mérlel, és a saját és a fogyatékkal élő társaink közti kapcsolatban le kell győzni azokat az akadályokat, amelyek sokszor közöttünk állnak, hogy össze tudjuk kapcsolódni egymással, hogy meg tudjuk érteni egymást, és hogy segítséget tudjuk nyújtani egymásnak.